Napjainkban minden újonnan tervezett Forma 1-es karosszéria első útja a pálya helyett a töréstesztre vezet. Az FIA ugyanis csak is akkor engedi ki a garázsból az autókat, hogyha azok sikerrel vették az előírt próbákat. Ezek közül pedig a legfontosabbak a túlidőcellát, vagyis a franciáktól átvett nevén monokokkot érintik. Az elmúlt 40 évben ez az elem vált a Forma 1-es autók központi darabjává, amihez minden egyéb alkatrészt hozzá tudnak erősíteni. Ez a koporsó alakú karbondarab adja az autó vázát, amihez rögzül az első felfüggesztés, az orrkúp, az üzemanyagtartály, valamint később a hajtáslánc is. Mindezek mellett azonban a versenyző védelmének utolsó, de egyben legfőbb védelmi vonala is. Innen ered az elem magyar neve. 1962-ben azonban Colin Chapman közel sem a versenyzői túlélési esélyének növelését tartotta szeme előtt, mikor a mezőny csodálatát kivívva Zandvoortban pályára gurította a Lotus 25-öt, majd 5 évvel később a Lotus 49-et. Mindkét konstrukció újraírta a versenyautóépítés szakirodalmát, a rajtuk alkalmazott megoldások pedig a mai napig használatban vannak. Legújabb videónkban tehát nézzük meg, hogyan hirdetett háború Chapman az alváz ellen, és nyerte meg ezt a harcot. ...1961-ben járunk. Ez volt az első szezon, ahol szinte kizárólag középmotoros autók versenyeztek a Forma 1-ben, az előző évek Cooper dominanciájának pedig már nyoma sem volt. A másfél literes erőforrások érkezésével a Ferrari vette át az uralmat, a cápaórú 156-osok pedig taroltak a versenypályákon. A brit istállókat ugyanis pontosan ugyanaz az ok hátráltatta, ami mindig ott lebegett a fejük felett. Egyszerűen nem kaptak versenyképes motort. Sem a Climax, sem a BRM nem állt jól a motorfejlesztéssel, a csapatoknak így az autójuk kezelhetőségének javításával kellett leküzdeniük a tempóhátrányt. Ezen dolgozott Colin Chapman, a Lotus tulajdonosa is, akiről három dolgot érdemes tudni. Az első, hogy Chapman mindig is szeretett egy teljes lépéssel a konkurencia előtt járni. A második, hogy tervezési filozófiájának központi eleme a súlycsökkentés volt. A harmadik pedig az, hogy roppant nagy tapasztalata volt az alumínium megmunkálásában. 1961 közepén Colin éppen Frank Costinnal, a Lotus egyik mérnökével vacsorázott, amikor a beszélgetésükből egy fantasztikus ötlet pattant ki. Annyira fantasztikus, hogy azt a csapattulajdonos gyorsan fel is rajzolta egy szalvétára és elrakta másnapra. Az ötlet pedig nem volt más, mint az önhordó vázú Forma 1-es autó megépítése. Tudni kell ugyanis, hogy 1961-ig szinte az összes versenyautó csővázas kialakítással rendelkezett. Ahogyan a nevében benne van, ez a váz méretre vágott, majd összeegesztett csövekből állt, amelyekhez a későbbiekben rögzítették a hajtásláncot, a felfüggesztéseket, az üzemanyagtankot és végül a vékony alumínium külső borítást. A megfelelő szilárdság elérése viszont súlyos kilógat jelentett az autó tömegében. Na ez volt az, ami felkeltette Chapman érdeklődését. Azon a 61-es vacsorán ugyanis eldöntötte, hogy kidobja a csővázat. A Costinnal folytatott megbeszélésükön ugyanis arról tanakodtak, hogy vajon képesek lennének egy olyan merev alumínium dobozt gyártani, amely az üzemanyag, a motor és a versenyző súlyával megrakodva is át tudja hidalni a két felfüggesztés közötti távot. Miután ezt az ötletet megvalósítatónak látták, másnap bele is fogtak a munkába. Felhasználva az alumíniumiparban szerzett tapasztalatát, Chapman fél év alatt megalkotta az elképzelt autót. Létrehozott egy olyan csőváz nélküli karosszériát, amihez hozzá tudta erősíteni a hűtőt, a felfüggesztést, az üzemanyagtankokat, belefért egy versenyző, illetve a fal részén kialakított tepsiszerű formában ott csücsült a sokat erősödött Climax V8-as motor is. Mindezt tisztán dur alumíniumból. A végeredmény? Egy a korábbinál háromszor szilárdabb, ellenben feles újjú karosszéria, ami 15%-kal kisebb homlok felülettel rendelkezett, mint a riválisok, ezzel pedig létrehozott egy olyan ikonikus szivarformát, ami meghatározta a következő évtized autóépítési stílusát. Ténylegesen látszott az új modellen, hogy egy generációval jár az előző autó előtt. Gyorsan mondjuk el azt is, hogy az önhordó karosszéria nem Chapman fejéből pattant ki először. A koncepció ugyanis már bőven a két világháború között használatban volt,
főként az olasz és a francia gyártók által. A brit csapatfőnök volt azonban az első, aki ezt a megoldást egy versenyautó esetében is sikerrel alkalmazta. Mondjuk ez a siker nem az első évben jött. 1962-ben ugyanis Jim Clark először állt ott a világbajnoki cím kapujában, a trófeát azonban Graham Hill vihette haza. A két zseni párharcát túlságosan sokszor döntötte el az autójuk megbízhatósága, a négy darab pole pozícióból történő kiesés pedig túlságosan is fáj Clarknak a végelszámolásnál. Egy évre rá azonban jött a visszavágó, a skót versenyző pedig a szabályokban meghatározott maximális ponttal 70%-os győzelmi arányjal vált az 1963-as szezon világbajnokává. A leellett finom vezetési stílusáról ismert Clark kezei között ez a pehelykönnyű Lotus 25 félelmetes fegyvernek számított, és amikor az autó megbízhatóan működött, nehezen értek a nyomába. A végtelenül szerény skót 1965-ben ismételni tudott, akkor viszont már a Lotus 33-ot vezetve. Az új modell alapjai változatlanok maradtak, mindösszesen egy új felfüggesztést kapott, amit a szélesebb abroncsok miatt kellett áttervezni. 66-ra azonban érkeztek a 3 literes erőforrások, a Lotus pedig ismételten borzalmas helyzetben találta magát, ugyanis a Climax kivonulásával megint nem állt rendelkezésükre versenyképes erőforrás. Felkerekedett tehát Chapman, és Nagy-Britanniától az USA-ig bejárta a teljes autóipart, hogy megoldja a csapat a problémáját. Körútjának végeredménye pedig a Cosworth DFV motor, és vele együtt a Lotus 49 lett. A mai videóban ugyanis egyedüli esetként két autót is bemutatunk nektek. A Lotus 25-nél említettem egy tálcaszerű részt a karosszéria hátuljában, amely a motor tartotta. Hát ezt Chapman fogta és eltüntette. Kitalálta ugyanis, hogy ha a motorblokkot elég erősre öntik ki, akkor pár átmenő csavarral az képes lesz megtartani mind a saját, mint a váltó és a hátsó felfüggesztés súlyát. Így vette be az önhordóvász koncepciójába a motort, mint terviselő elemet. Előről a motort a tűzfalhoz, hátulról pedig a felfüggesztést összekötő segédvácoz fogadta, amely a váltóházat is közrefogta. A végeredmény pedig további rengeteg megspórolt kilogram lett. A megoldás viszont ezúttal sem számított teljesen újdonságnak. A teherhordó elemként felhasznált motorblokk ugyanis mind a 10 évvel korábbi Lancia D50-en, mind az előző 43-as modellen, mind a konkurens BRM P83-on megtalálható volt. A DFV V8-as kialakítás azonban sokkal jobb alapanyagot szolgáltatott a H16-os bestiánál. Így a megoldás valós előnyei végre a Zandvoortban pályára kerülő 49-es autón megmutatkozhattak, és a közönségnek is egyértelmű volt, hogy ez a követendő irány. Persze, miután a gyerekbetegségeket leküzdötték. A Lotushoz igazoló Graham Hill ugyanis az egész 67-es szezonban megbízhatósági gondokkal küzdött, a bal szerencséből pedig Clarknak is kijutott. A Lotus 49 így hiába rendelkezett a legerősebb motorral, hiába volt a leggyorsabb egykörön, mind a motor, mind a híresen gyenge felfüggesztés hibái miatt rendszeresen a pálya szélén álltak levele. A világbajnoki címet csak Clark halál után 1968-ban tudta elhódítani Graham Hill, az akkora már teljesen máshogy kinéző Lotus 49B-vel. A formautók újszerű felépítése gyorsan elterjedt, mind a sorozaton belül, mind azon kívül. Az önhordó karosszériát utoljára a Ferrari vette át, méghozzá csak 1981-ben. Természetesen az elem kialakítása az évtizedek során rengeteget módosult, valamint a 80-as évektől egy új feladatot is kapott, méghozzá a versenyzők védelmét. Napjainkban az egyben kisütött, hihetetlenül merev túlélő cella adja az autóvázat. Az első felfüggesztés az elem orrához rögzül, hátsó részéhez pedig az üzemanyagtank és az azt körbefogó hajtásláncot szerelik, az aljához pedig a padlólemez csavarozzák. A motorblokk a rajta található 6 vagy 8 darab furattal rögzül a tűzfalhoz, miközben a váltóház is hasonló módon illeszkedik a V6-oshoz. Biztonsági okokból ezen utóbbi pontok lettek kiválasztva arra, hogy ha egy nagy becsapódás történik, akkor az autó itt váljon ketté, és így fogjon fel minél több mozgási energiát. Innen erednek még Schumacher félelmetesnek tűnő autó kettétörései is. Végezetül a hátsó felfüggesztés a váltóházon kialakított pontokra csatlakozik. Ezért alakul mindig úgy, hogy a partnercsapatok nem csak váltót, hanem hátsó felfüggesztést is vásárolnak a gyártóktól, mert ez így egyben egy csomag,
valamint az, hogy egy új hátsó felfüggesztés új váltót is kíván magának. Összefoglalva tehát, a túlélő cella, valamint a hajtáslánc teherhordói feladatokra történő felhasználásával a tervezők a 60-as években megszabadultak az alvásztól és tették a Form 1-es autókat önhordó konstrukciójúvá. A megoldás alapjait pedig Colin Chapman immáron több mint 60 éve lefektette. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomdok rá egy lájkot, nézzetek szét a csatornán további tartalmakért, hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok föl, hogyha pedig kifejezetten tetszenek a tartalmaink, Patreonon tudtok minket támogatni, az eddigi támogatóinak nagyon szépen köszönjük a bizalmat, találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, sziasztok!